Jó estét kívánok! Én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Én nem fogom sokáig rabolni az idejüket, de úgy gondolom, hogy néhány szót mindenképpen szeretnék szólni a századvég alapítványa, a századvég konjunktúrakutató és a századvég kiadó nevében. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ez a azon kívül, hogy David könyvét ki tudtuk adni, hogy ezt a rendezvényt meg tudtuk szervezni, mert elfogadta a meghívásunkat, hogy eljöjjön Magyarországra. Azt gondolom, hogy hadd kezdjem néhány személyes gondolattal. Az ugye nyilvánvaló tény, hogy 2004 óta Magyarország az Európai Unió tagja. Én 2005-től kezdően dolgoztam már az Európai Unió, mondjuk úgy, hazai intézményrendszerének a csírájában. Az én általam az Európai Unió működésének lakmuszpapírjaként értelmezhető fejlesztéspolitikával foglalkozva hosszú éveken keresztül. Azt gondolom, hogy 2004-ben, meg előtte is a magyarok túlnyomó többsége azt gondolta, hogy ez egy olyan közösség, amihez tartozni kell. Mi Európába tartunk, nyilván az azelőtti jó sok évünk nem erről szólt, tehát ez egy óriási eredmény volt, hogy ide kerülhetünk. Én magam nagyon megtisztelően éreztem magamat, hogy abban az intézményrendszerben dolgozhatom, amelyik ennek a mondjuk úgy a leképeződésén, konkrétan az európai fejlesztéspolitikának a hazai megvalósításán dolgozhat. Azt gondolom, hogy ha valaki 2004-ben azt mondja, hogy megtörténik olyan, hogy egy ország, amely az unió tagja, nem akar az unió tagja lenni, ezt nem hisszük el. De valójában ezt szerintem 2016-ban is így láttuk nagyon sokan az Európai Unióban. Ezért azt gondolom, hogy az, amivel David foglalkozott, ez egy nagyon fontos dolog. Mik azok a folyamatok, történések, amik elvezettek odáig, hogy egy olyan meghatározó tagállam, mint Nagy-Britannia végül is így döntött. Azt gondolom, hogy az, hogy könyvében ehhez adatokat elemzés formájában oszt meg a folyamatok tekintetében sok mindent, az nagyon közel áll hozzánk, mint a századvég egyébként végzett munkájához, hiszen mi úgy szeretjük magunkat definiálni, mint egy kutatás alapú think tank. Szeretjük megismerni az adatokat, az információkat, és abból szeretünk következtetéseket levonni, így szívünkhöz közel áll ez a megközelítés. Az, amilyen témával David foglalkozik a könyvében, azért is fontos számunkra, mert bizonyára ismert, hogy 2016 óta Európa projekt néven egy meglehetősen kiterjedt Európa szintű közvéleménykutatást folytat a századvég, nagyon meghatározó európai témákban. Ugye ezt minden évben be is mutatjuk ennek eredményeit, és egyébként a honlapunkon is nagyon sok elérhető ezekből az adatokból. Nyilvánvalóan látjuk mi, akik elemzői oldalról ezeket az adatokat nézzük, hogy mondjuk úgy, hogy az egyes tagállamok politikai döntéshozói, mintha más irányba mennének, mint ahogy amiről a saját polgáraik gondolkodnak. Azt gondolom, hogy hívjuk az eliteknek a kicsit is leszakadása, vagy elfordulása, vagy valamiféle törésvonal kialakulása az európai polgárokkal, ez nyilvánvalóan nem egy olyan jelenség, amit figyelmen kívül lehet hagyni. Én azt gondolom, hogy emiatt ez a könyv nagyon meghatározó számunkra, éppen azért, mert a gondolatainkat is valahogy segít mederben is terelni egy bizonyos szempontból. Ezért én nagyon örülök, hogy ez a könyv egyrészt kiadásra kerülhetett részünkről, másrészt, hogy ez a rendezvény most megtörténhetett, ami azt jelenti, és nagyon örülök, hogy Navracsics Tibor miniszter úr is elfogadta a felkérésünket, hogy részt vegyen ezen a mai alkalmon és a beszélgetés formájában erről a témáról többet tudjunk beszélgetni. Davidnek pedig köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Thank you for coming. Átadom önöknek a terepet. Köszönöm szépen a figyelmet.